Pont van egy ilyen problémám, és hogy beszélgetünk erről, hogyan mozgatnád ki a menedzsmentnek azt, azt a gondolkodását, amikor így bele van ragadva abba, hogy, hogy X százaléknál nagyobb, a bevételem x százaléknál nagyobb ne legyen több a, a tényleges bérköltségem. És például pont ez a fajta mesterséges plafon az, ami uh -huh. korlátot szabad annak, hogy ki lehessen szolgálni egyébként amúgy teljesen értékes uh -huh. lideket. Um, ezt egy mérhetetlen módon elhibázott, um, vagy vagy hibás gondolkodásnak tartom, um, ahogy a revenue-ra, vagy hát revenue árbevétel, árbevétel vetítve um, a humán költsége bizonyos, um, um, kanál, százalékánál hú, húzom meg a, Ó, a maximális. Azért, a, 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 a cap ott hívják, nem százaléknak. Igen, <laughs> <éven>, kapnak hívják. <gül> <gül> Bocs. Én azt mondom, hogy a megtermelt az? értéket, illetve az ikő mm. számára teremtett értéket kéne elsősorban figyelembe venni, és ezt kellene tekintetbe venni, valamint a piacnak az aktuális és jövőbeni várható állapotát kellene figyelembe venni. Tehát adott esetben vannak olyan időszakok, ahol relatíve kevesebb befektetéssel lehet gyorsan megfelelő szakembereket szerezni. Csak egy példát mondok, most a Covid válság miatt komplex szektorok, iparágak térdeltek le, álltak meg, jelentős kínálat van bizonyos területeken képzett munkaerőből, vagy átképezhető munkaerőből. Ha most egy nagy vállalat ezzel a lehetőséggel él, akkor relatíve olcsón tud staffolni, ráadásul úgy, hogy kimondott a lojális Most Ez KKV szempontjából is. KKV szempontjából is igaz. Tehát most lehet staffolni értelemszerűen úgy, hogy ha más iparából érkezik a munkavállaló, akkor át kell képezni. Tehát itt a befektetés ez minden szempontból a jövőbe. Akkor gyakorlatilag, ha azt mondod, hogy a mert érthető egyébként az ösztönös gondolat, hogy akárhány százaléknál ne legyen több ez a, a bérköltség, mert hogy akkor amúgy uh, biztosítva lát, vagy, vagy, vagy érzi a, a, megfelelő marzsot, ami egyébként így ebben a formában eléggé fals. Igen, de mit szeretne adott esetben egy uh, tulajdonos? Mondok egy példát. Egy 1 milliárdos vállalatnál 10%-os ebiddát érst 100 milliós adózás előtti uh, bruttó uh, nyereséget uh, realizálni, és azt mondani, hogy jó, akkor 90% volt a költségszinten, most nem a humán, hanem a teljes opex szem mm. 90% volt, meg amortizáció, leíráson, vesztesége, határlás, stb. Tehát 90% volt a költségszinten, 10% volt a nyereségem, 1 milliárdos árbevétel mellett, akkor ez 100 millió forint. Vagy azt mondani, hogy mondjuk egy 10 milliárdos méretre nő a vállalat, ahol mondjuk nem 10% a nyeresége, csak 5%, Ebben a pillanatban ez már 500 millió forintot jelent szemben a 100 millióval, mert egyszerűen a vetítési arány sokkal nagyobb. Tehát, és Ma. akkor mondhatjuk azt, hogy följebb mentünk, már 95%-os a költség hányadosom, de a maradék 5% a vállalat mérete miatt sokkal többet jelent, többszörösét jelenti a korábbi EBITDA vagy hát nyereség szintnek. És van még egy nagyon fontos Ezért tartom az helyen. ilyen százalékos kőbevésett gondolkodást, nagyon elhibázottnak és rövidlátónak, mert ha, ha vagy ha lehet százalékról beszélni, de akkor mindig tegyük hozzá a kérdést, vagy tegyük fel vagy a kérdést, hogy mi a vetítési alap. Uh -huh. Egyrészt, másrészt használjuk a közgazdaságban tanult uh, uh, alapvetéseket, a harmadik részt ez már rákonyolít minket a customer satisfaction t, uh, történetére. Ugyanis, amikor van egy ilyen uh, mesterségesen beállított felső határ, ugye, um, és a nagyvállalatoknál is, vagy multiknál is uh, rengetegszer hallottam már ezt a Uh, um, uh. Bocsánat, csak annyi észrevétel ez a kiegészítéshez, hogy ez nem egy ördögtől való gondolat természetesen. Mint ahogy, ha csak nagyon leegyszerűsítve, a családi költségvetésben, a családi büdzsében is uh, kiszámolják azt a, a felek, házastársak, uh, vagy egyszerűen a, házast, uh, bocsánat, a, háztartás vezetője, kiszámolja, hogy a jelenlegi bevétele mellett ő körülbelül mennyit költhet élelmiszerre, mennyit költhet uh, rezsire, autófenntartásra, stb. Tehát uh, azt valahol egy üzleti tervben rögzíteni nem csak lehet, kell, hogy mekkora költségszinttel akarunk működni, és körülbelül hol meg ezt a költségszintet. Ez, ez nem ördögtől való. A igen. probléma akkor indul, amikor ez a költségszint a növekedés útjába áll, És a hosszú így, távú fenntartható vállalati növekedés útjába áll. Ez a probléma. Tehát hangsúlyozom, hogy minden épelméjű, épeszű vállalatvezető, vállalatmenedzsment egy bizonyos százalékos uh, uh, költségszintet fog az üzleti tervben kalkulálni, és egy bizonyos elvárt EBITDA, vagy hát uh, adózás előtti uh, bruttó nyereség szintet fog um, um, az üzleti tervben rögzíteni. Ez teljesen standard, ezen nincsen gond. A gond az, amikor a hosszú távú fenntartható növekedést ez blokkolja. Egy, uh, nem biztos, hogy a növekedés amúgy uh, mindenek feletti cél. Uh, simán lehet, hogy a tulajdonos jól érzi magát az az üzemmérettel, ahol, egyébként van. Ha ez a helyzet, akkor viszont a vevő elégedettség megtartása és növelése érdekében viszont ténylegesen vissza kell fogni a mert nem akar amúgy, nem akar növekedni. Ez egy, ez egy speciális helyzet, de ilyen is van, meg ilyen is lehet a piacon. Tényleg, tehát, tehát a KKV szektorban több ilyennel találkoztam egyébként. Ezt abszolút el tudom képzelni. Én elsősorban nagyvállalati közegből jövök, ahol ez jellemzően nem így van, ott igazából inkább a Reduction Effect miatt az egymás gyilkolászása az ügyfelekért távközési szektor révén, vagy hát eddigi karrierem során főleg távközésben tevékenykedtem. Mobiltelefonos cégek a legjobb példák erre. Egy teljesen szaturált piacról beszélünk. Magyarországon is a Uh, nem tudom, tizenvalahány millió szimkártya van forgalomban, miközben uh, Csesemőtől uh, hadastányig kb. 9,9 millióan vagyunk, tehát többszörösen szaturált piacról beszélünk, csak egymásról lehet elvenni üzletet, illetve értelmesen új szolgáltatásokat lehet indítani, amiket viszont 24 óra múlva az összes versenytárs azonnal lemásol. Indítok egy OTT szolgáltatást, indítok valamilyen extra tárhely szolgáltatást, vagy egy flat tarifát, 24 óra múlva reagál rá a másik versenytárs is. Tehát, öm, értem, vagy együtt indítják. Van, van, olyan, hogy azt mondja az adott menedzsment, hogy ő nem akar tovább növekedni neki, jó így, ahogy mennek a dolgok. De Ez valójában, is... nem jó. valójában nem jó. Azért nem jó neki, mert a, a, az értékesítés oldán előálló többlet ki nem szolgálásából rögtön következik a vevő elégedettség csökkenése, és valójában Um, ha és nem, van még egy kockázata ennek. Uh, uh, Tökéletesen uh, 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 térünk rá, tehát, hogy ha, ha ezt nem egyensúlyozza ki, nincs vagy kiegyensúlyozottság, akkor igazából piacot fog veszíteni elég gyorsan. Hamarosan újabb része jelentkezünk, úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni, és a notification ikont is megnyomni. Támogassatok minket Patreon oldalunkon, Sensei szintű támogatóink a leírásban, köszönjük, nélkületek nem menne. Minden bejövő forintot jótékony célra fordítunk. További szakmai tartalmakat találtok blogjainkon, a scrummasterstudio.com és a productunnersstudio.com oldalain. Köszönjük!